Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, karácsony másnapja van. Ezen a napon az egyházunk már István diakónusról emlékezik meg. Még itt vagyunk a jászolnál, és már is vérengzésről hallunk, vértanúságról hallunk. Olyan ez, mintha homlokegyenes más történne, mint amit karácsonykor megtapasztaltunk. Holott mind a két eseménynek a gyökere mégiscsak ugyanaz. A István diakónust elítélik, mivel ő hisz az Istenben, és az Isten hitét ő meg is vallja. Ő az első egyébként a férfi vértanúk között, még az apostolokat is megelőzve, aki életét adja a hitéért. Ez a nap eszünkbe juttatja, hogy a karácsonyt is tulajdonképpen a húsvét oldaláról kell szemlélnünk, így van az egésznek értelme. A perben, amelyet István diakónus ellen vezetnek, az elemei szinte ugyanazok, mint Jézusnak a halálra ítélésénél ugyanabban a perben. Ugyanúgy megrágalmazzák, ugyanúgy vádolják, és végül is aztán megkövezik. Amikor megkövezik, közben is imádkozik és dicsőíti az Istent. Tehát ez a nap látszólag ellentéte a karácsonynak, de mégis a gyümölcse és a gyökere ugyanabból fakad. Hiszen ott békéről beszéltünk a karácsonykor, itt viszont szintén beszélünk békéről, de nem a világ békéjéről, hanem István diakónus lelkében, szívében van béke, harmónia és egyensúly. Mindegy, hogy mit tesznek vele. Ő hisz az Istenben, hitért vállalja a vértanúságot, és magasztalja az Istent, miközben halálra kövezik. Ez a belső lelki béke csak Istentől kapható. És ez az egész karácsonyi ünnepkör pontosan erről beszél a számunkra, hogy teljesen mindegy, hogy mi van körülöttünk, hogy milyen a világ. Az a lényeg, hogy mi harmóniában legyünk az Istennel. Hogy a belső békénk meglegyen, és meg lehet a világ gondja, baja nélkül is, vagy ellenében is, megszületett a szívünkben ez a belső bék és ez a belső harmónia. És ez a szívnek az öröme, a szívnek a békéje. Ezért kell ezen a mai napon egy picit így tekintenünk az Isten felé, hogy a szív örömét és a szív békéjét tudjuk befogadni, és akkor teljesen mindegy, hogy milyen nehézségek vannak körülöttünk, sőt, leszerünk ahhoz, hogy a fölé emelkedjünk, illetve másokat is fölemeljünk, mégpedig az Isten világa felé. Köszönöm a figyelmet!